Egy nap című rovatunkban ezúttal a komáromi mentőállomásra látogatunk el, azt tudakolva, hogy milyen feladatokat látnak el az ott dolgozó szakemberek, akik a riasztást követően 2 percen belül útnak indulnak, hogy segítsenek embertársaikon. Reggel 6:30 van, a műszakváltás ideje. A 2 mentőautón kívül több tartalékautójuk is van. A 2 mentőkocsival havonta átlagban 400 alkalommal szállnak ki. Két riasztásunk volt éjszaka folyamán. Egyik az, mint hogy eszméletlen öndülünk fekszik valaki az utcán. Szerencsére nem volt olyan vészes a helyzet, mint aminek első pillanatban látszott. Az illető kicsikét elszórakozott valamelyre is. Hazafelé úton megpihent egyik lépcsőház előtt elszúnyókált, úgyhogy csak ilyesmiről volt szó, nem volt semmi komolyabb. A másik esetünk az komolyabb volt, egy transportot csináltunk a belgyógyászati rendelőből, Nyitrára a kardiocentrumba vittünk egy pacienst, akinek friss infarktusa volt, és ott egyenesen mindjárt a műtőbe vittük ilyen kateterizációra. Finom, gőzölgő kávéval kínálnak bennünket, ám bele sem kortyolhatunk, hiszen még meg sem történt a műszakváltás, újabb riasztás érkezik, ezúttal a vasútállomásról. Megadják ide a címet, megadják azt, hogy ilyen operátori diagnózist, hogy miről van szó, mihöz megyünk, mennyire pontos az a helyszín. Itt például van, hogy szúcsinok PZ, hogy ki vannak küldve a rendőrök is a helyszínre. Bejelentés érkezett, hogy egy idősebb úr elesett, megütötte magát. Mikor kiérkeztünk, láttuk, hogy valóban megsérült, vérzik az orra. Fennállt a gyanú, hogy eltört az orra, mert kivizsgálás közben fájdalmai voltak, de válaszolni tudott kérdéseinkre, nem volt dezorientált állapotban. Na, a základe položených otázok pacient nie bol dezorientovaný, čiže bol orientovaný v čase aj priestore. Vyšetrili sme základné funkcie. Megvizsgáltuk az alapfunkcióit, és kölcsönös megegyezés után elszállítottuk őt a sebészeti osztályra további kivizsgálások céljából. Megérkeztünk a kórház osztályára, és átadtuk őt az ottani kollégáknak. Na, to oddelenie, a teraz sa už o ňom sa už postaral ďalší ten personál zodpovedný na tom. Ezután egy újabb helyszínre hívták őket. Bolo to v Hadovciach, kde pán je veľmi slabý. Gadócon történt az eset. Azt jelentették, hogy egy úr nagyon gyenge, talán több alkoholt fogyasztott a kelleténél. Egy ideje már nem ivott más jellegű folyadékot, gyenge, erőtlen hasmenése van. Hosszabb rábeszélés után bevittük őt a belgyógyászatra, hogy további ellátásban részesüljön. Harcsásra megyünk egy betegünkhöz, akihez gyakran kijárunk. Arra panaszkodik, hogy nehezen lélegzik. Szépen lélegzünk. Jó? Még nem. A mentőautó vezetőjének minden egyes alkalommal, idézőjelbe téve, meg kell küzdenie a forgalommal. Az emberek különfélék. Van, aki figyelembe veszi a megkülönböztető jelzéseket, mindezt példamutatóan teszi. Mások is tanulhatnának tőlük. És természetesen vannak, akik nem akceptálják a mentőszirénát, nem tartják be az előírásokat. Gyakran ők maguk tehetnek róla, például hangosan vagy fülhallgatón hallgatják a zenét, nem észlelik a sziréna hangját. Mások pedig pánikba esnek, azonnal megállnak a szűk út szélén, de úgy, hogy a mentőautó
csak nehezen fér el mellettük. Dnes sme mali zriedkavý zásah, boli sme vyslaní operačným strediskom do ambulancie praktickej lekárky. Ma egy ritkaság számba menő eset történt. A műveleti központból egy szakorvosi rendelőbe küldtek minket, ahol egy beteg mellkasi fájdalmakra panaszkodott, megváltozott az EKG-ja, infarktus gyanús állapotban volt. Mire kiértünk, addigra már egy másik betegnél is hasonló tünetek, panaszok jelentkeztek. Ezért szóltunk a műveleti központnak, hogy még egy mentőautóra van szükség. Döntenünk kellett, hogy melyik beteget vizsgáljuk meg először, s melyiket szállítjuk elsőként a kórházba. Az első segélynyújtást követően stabillá vált az állapotuk, ezután pedig a kórház belgyógyászati osztályára szállítottuk őket további kivizsgálásra. Najprv na internu ambulancia do Komárna za účelom ďalšej diagnózy. Két kiszállás között jut időnk arra, hogy belülről is megismerjük a kitűnő felszereltségű mentőautókat. Ez itt lenne nekünk a maga EKG, melyben defibrillátor is. Kompakt gép, mivel egyszerre tudunk vérnyomást is mérni. Külön manzsetákkal, gyerekekre, felnőttekre, attól függ, milyen méretű keze van. Tudja figyelni a szívnek a működését, hogy esetleg szívritmus zavarok vannak, ami komolyan, mint például fibrillál valaki, akkor ki is tudjuk külni, defibrillálni, úgymond. Van hozzá is úgymond szaturomer, ahol le tudjuk mérni a vérben lévő oxigén mennyiségét, ez egy fontos és egyből pulzus is tudunk vele mérni, ami nem 100%-os, sokkal több, hogy maga betenek, mi magunk még mérjük kézzel, mert mégis az a biztos. Maga a szívritmusának a figyelésére a megszokott 12-es EKG-t, vagy a 4-est tudjuk használni, le tudjuk venni csak mint monitor, figyelni a szívet. Ha ezt a részét visszük, akkor maga defibrillálni is tudunk, hogyha tényleg távolságra kell, mint esetleg valakit átadunk helikopterre, akkor maga a szívre a káblokat rajta tudjuk hadni, és csak maga a monitort viszem magam, ami azzal jó, hogy én ezzel át tudok menni bárhova is, maga Bluetooth-on köröztül, ez maga a betegé marad. És én tudom őt figyelni bármilyen távolságból, hogy a maga a szívnak akcióját hogyan működik. Nekünk már van ilyen segédeszközünk, a úgynevezett Lucas, ami ugyebár valaki csinál újraélesztés, manuálisan kéne csinálnunk kézzel a kompressziót, maradt két szabad kezünk, ahol a kollégával gyorsan tudunk eret biztosítani, a páciens tudjuk lélegeztetni, vagy maga a lélegeztetőgéppel, ami nagy segítség, mert van rajta úgymond olyan funkció is, hogy a maga újraélesztése. Maga a gép 30-szor megcsinál kompressziót, és a gép kétszer úgymond belefújja a betegbe. Nagyon fontos tartozéka mentőnek az maga a táskánk. Enélkül tapotot sem mozdulunk. Maga a táskában minden benne van, ami itt látnak körbe a mentőbe. Každá záchranná služba má niekoľko zložiek. Valamennyi mentőszolgálat több egységből áll. Gyorsmentés, elsősegélynyújtás. Ebben az egységben mentőtiszt dolgozik, aki egyben rohamkocsi vezető is, és még egy mentőtiszt. Ezek a kollégák főiskolát végzett emberek, bakalári vagy magiszteri titulussal. Ők mentőtiszti rangban vannak. Bakalári alebo magisztri, ale sú v pozícii zdravotníckeho záchranára a potom je druhý typ posádky a to je rýchla lekárska pomoc, čiže RLP. A másik csapat az orvosi egység, melynek tagja egy orvos a legfelsőbb végzettséggel. Ők zömében belgyógyászok, sebészek, sürgősségi ellátásra szakosodott szakemberek. Ez a szaktudás és emellett kellő gyakorlat kell ahhoz, hogy ennek az egységnek a tagjaivá váljanak, szakszerű ellátást nyújtsanak. Chirurgické odbory. Tieto všetky vzdelania sú podmienkou na to, plus prax, aby mohli byť členom posádky rýchlej lekárskej pomoci. A csapat fiatal önkéntes tagja Kelecsényi Viktória is, aki az idén végezte el az orvosi egyetemet. Idén, májusban végeztem a Brüni Masaryk Egyetem általános orvostudományi karán, és olyan február vége óta itt gyakornokoskodok. Tapasztalatot szerzek. Ez mindig is olyan bakancslistás dolog volt, ugyebár anyu is orvos, 10 éve mentőorvos, és így évek óta gyűjtöttem magamban a bátorságot ahhoz, hogy
végre lássam ezt munka közben, és ez mindig is egy álom volt, hogy valahogy együtt dolgozzunk. Azért is örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt praxolhatok, mivel a 6 év alatt a sok vizsga és a kötelező gyakorlat mellett ez a mentősködés nem szerepelt a tantervben, és valahogy ez hiányzott. A vérből elégendő oxigén van, amit, hogyha te cirkulálsz a szíved helyett. Mi civil emberek is segíthetjük a mentőtisztek, orvosok munkáját, ha a kiérésük előtt első segélyt nyújtunk a betegnek, sérültnek. Ezzel jelentősen növeljük túlélési, gyógyulási esélyeiket. Magyarán mi is életmentők lehetünk. A szívmasszást a felnőttek esetében 32-höz arányban végezzük, ami azt jelenti, hogy 30-szor nyomunk, 2-szer pedig belélegzünk. Mindezt 100-szor 1 perc alatt, azaz 1 perc alatt 100 alkalommal végzünk szívkompressziót. Ennyiszer nyomjuk meg a mellkast, vagyis némileg gyorsabban, mint másodpercenként. 5-6 cm mélységben végezzük a nyomást, annál a pontnál, amely egyfajta összekötő a mellbimbók között. És itt kapcsolódnak össze a mellkas csontjai is. Starostlivosť je veľmi dobrá až výborná. A mentőszolgálatunk által nyújtott szakszerű ellátás kitűnő színvonalú. Ahhoz, hogy a mentőszolgálat a mai korban helytálljon és eleget tegyen az egészségügyi rendszer követelményeinek, szükséges, hogy minden szakterületen jól teljesítsen. Vagyis minden helyzetet, esetet jól kell kezelnünk. Legyen az akár egy egyszerű, banális sérülés, bokaficam, de akár egy olyan eset is, amikor szó szerint életet kell menteni. Respektíve zastavenie obehu, to znamená, že naša práca je veľmi náročná prácou v improvizovaných podmienkách. Munkánk éppen ezért nagyon igényes és sokrétű, sok esetben improvizált körülmények között gyors döntéseket hozva kell dolgoznunk. Ám az ellátás, melyet nyújtunk, a munkánk nagyon jó színvonalú. Ezt bizonyítják, ezt igazolják a statisztikai számadatok is. Az AMED-nek 10 éve, sőt már 11. éve a munkatársa vagyok, és ez idő alatt valamennyi illetékes hivatal, intézmény, de az egészségügyi minisztérium részéről is jó visszajelzések érkeztek. Lepšie postavenie, čo sa týka poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Összegezve a köztük eltöltött 15 óra tapasztalatait, jól képzett, segítőkész és összetartó csapat krónikásai lehettünk.